Sziasztok! Ma a valószínűség számítással fogunk foglalkozni, és rengeteg példát is fogunk nézni hozzá. Tegyük tisztába először is, hogy mi az a valószínűség számítás. A valószínűség számítás olyan véletlen kísérleteket vizsgál, amelyeknek kimenetele nem határozható meg egyértelműen. Azaz, a kísérleteknek több kimenetele is lehet. Nézzük először is a klasszikus valószínűséget, hogy az micsoda. Egy kísérletnek csak véges sok kimenetele van, és az egyes elemi események bekövetkezésének. Ö, ö, valószínűsége mindig meg fog egyezni. Ez képlettel kifejezve nem más, mint a P, tehát a valószínűség egyenlő a kedvező esetek, per az összes esetek, azaz leírva K per N. Nézzünk egy kis esemény algebrát, hogy ez mit is jelent a, a feladatok megoldása során. Az AB, azt jelenti, hogy az A esemény maga után vonja a B-t, tehát ha A bekövetkezik, akkor a B esemény is be fog következni. Két esemény összege, tehát A plusz B, az azt jelenti, hogy legalább az egyik esemény fog bekövetkezni. Két esemény szorzata az A szor B, az azt jelenti, hogy mind az A és mind a B esemény is be fog következni. Két esemény különbsége, tehát A B, az azt jelenti, hogy az első bekövetkezik, akkor a második biztos, hogy nem fog bekövetkezni. És a valószínűség az tulajdonképpen mindig nulla és egy közé fog esni. Azaz az egy, az a 100%-ot fogja jelenteni. Akkor nézzük is, tovább vegyünk konkrét feladatokat. Így szól az első feladat. Dobjunk fel két kockát egyszerre, dobó kockát természetesen. Mennyi a valószínűsége, hogy a dobott pontok összege 8? Hát írjuk fel a képletet, ne felejtjük el, hogy a valószínűség számítás azzal foglalkozik, hogy kedvező per összes. Nézzük meg, hogy mi az összes eset. Az összes eset nyilván az, hogy ugye van két dobókockánk, egy dobókockának ugye hat oldala van, két dobókockának már 6 hat oldala van, azaz az összes eset, ezt ide külön leírjuk, az nem más, mint 6-szor 6, azaz. 36, mivel a dobó kockának 6 oldala van, két kockának már 6x6, a három kockánk ennek a 6x6x6 lenne. Nézzük a kedvezőket. Azt mondja, az számunkra a kedvező, hogyha feldobjuk a két kockát, akkor a dobott pontok összege 8 legyen. Hát, hogy lehet 8? Felírom gyorsan a számokat a dobó kockáról. 3, 6. És nekünk 8-at kellene dobni. Hát akkor nézzük. Az elsővel dobok 2-t, a másodikkal akkor 6-ot kell dobnom. 6-2. Az elsővel dobok 3-at, akkor a másodikkal 5-öt kell dobni. Akkor ezt megfordítjuk, elsővel 5-öt, másodikkal 3-at. És a végén már csak a 4 marad. Ezt nem kell még egyszer leírni, hiszen teljesen mindegy, hogy az első kockával négyet, vagy a másodikkal is négyet, hiszen ez a két szám egyforma. Számoljuk meg a kedvező eseteket. 1, 2, 3, 4, 5. Ez összesen 5 kedvező eset van. Szóval nekünk a kedvező esetek összege az 5. Helyettesítjük be a képletbe. Ez nem lesz más, ősz kedvező per összes, azaz 5-36-od az esélye annak, hogy két kockával egyszerre 8-at fogunk dobni. Térjünk rá a következő feladatra. Béla egy fekete és egy fehér dobó kockával egyszerre dob. Feljegyzi a kétjegyű számot, melyet úgy kap, hogy a tízes helyi értéken a fekete kockával dobott számban, az egyes helyi értéken pedig a fehér kockával dobott. Mennyi annak a valószínűsége, hogy a feljegyzett kétjegyű szám, itt ABC kérdések vannak, a négyzet szám, csinálunk egy új oldalt, tehát az volt a kérdés, hogy mennyi az esély annak, hogy négyzet számot fog dobni Béla a két kockával. Tegyük tisztába, hogy mi az, hogy négyzetszám. Ugye a dobókockának hat oldala van, egy, kettő, három, négy, öt, hat számjegyekből áll, és vélának a két kockával négyzetszámokat kell dobni. Tehát ebből az egytől hatig tartó számsorban nekünk négyzetszámokat kell alkotni. Hát akkor kezdjük, ez a 16, a 25, a 36 és a... 64, ha minden igaz. Számoljuk meg hány eset van. 1, 2, 3, 4, hiszen számunkra ez a kedvező eset. Fel is írjuk a képletet. Kedvező per összes. Azaz, a kedvező eset az jelen esetben 4 az összes micsoda mivel két kockánk van, mint az előző feladatban, az összes eset két kockával 36, ugye 6 x 6. Akkor nem marad más, mint P egyenlő, kedvező, 4 per 36-od az esélye, hogy Béla négyzet számot fog dobni a két dobó kockával. Hogy hangzott a B kérdés? A B kérdés úgy hangzott, hogy mennyi annak a valószínűség, hogy a feljegyzett kétjegyű szám számjegyei megegyeznek. Hát ez pofon egyszerű, tehát megegyeznek a, a számjegyek. Mikor egyeznek meg a do két dobókockával a számjegyek? Ha a fehérrel egyest, a feketével is egyes dobok, és így tovább. Kettő, kettő, három, három, négy, négy, öt, öt, öt hat, hat, többet. Nem tud, mivel ö, hat a legmagasabb szám a dobókockán. Kedvező es ez, hiszen számunkra ez a kedvező, hogy ezek jöjjenek ki. Egy, kettő, három, négy, öt, hat. Tehát a P egyenlő 6, kedvező az összes, még mindig két dobókocka van, 36-od. A valószínűsége, hogy a számjegyei meg fognak egyezni a két dobókockával, amit dob. Nézzük a C kérdést. Mennyi annak a valószínűsége, hogy a feljegyzett kétjegyű szám számjegyeinek összege legfeljebb 9 lesz? Azt mondja, az a C kérdés, legfeljebb 9-nek kell lenni a számjegyeknek, akkor kezdjük el. Egyikkel dob egyest, akkor a másikkal is egyest fog mondjuk dobni, és akkor így szépen 1, 2, 1 plusz 3, És így ugye legfeljebb 9-et dobhat, 6 plusz 3 az még 9, tehát plusz pont belefér. Ha megnézzük a kedvező eseteket, ez 30-at fog adni, tehát a kedvező az 30, az összes eset még mindig két dobókocka van, 36, tehát a megoldás 30-36-od. Az esély annak, hogy Béla a két kockával, olyan számokat fog dobni, amelynek összege 9 lesz. Nézzük meg a következő feladatot. Nézzük a kártyás feladatokat. 32-lapos kártyából 4 lapot húzunk egymás után visszatevés nélkül. Mennyi a valószínűsége, hogy második húzásra királyt fogunk húzni? Nézzük meg az összes esetet először is. Nézzük meg, ugye van nekünk négy kártyalapunk, itt a kis kosarak. A magyar kártya ugye 32 lapos, négy lapot fogunk húzni, és az összes eset az, amikor a 32 lapból először 32 fajtából választok, aztán 31-ből, aztán 30-ból, és a végén 29-ből. Ez az összes eset. Számunkra a kedvező, az, hogy a második húzásra királyt kell, hogy húzzunk. Akkor van a négy kis kártyalapunk. Azt mondta, hogy második húzásra nekünk király kell, hogy legyen. Ne feledjük el, hogy a magyar kártyában négy király van. A piros király, a zöld király, a tök és a mak euh, király. Az első esetben még 32 kártyalapból tudok én választani. A második esetben, ugye mivel ide raktam a királyt, és négyféle király van, és teljesen mindegy, hogy milyen királyt húzunk, csak lényeg, hogy király legyen, ugye négy fajta királyból fogok tudni én választani. És én mivel ide már leraktam a királyt, tehát a 32 lapból volt az első, lerakom ide a királyt, már maradt csak 30 lapom. Tehát a harmadik helyre már csak 30 lapból fogok tudok, tudni választani, és az utolsóból már csak 29 lapból. És így jön ki a kedvező eset, hogy itt biztos a négy király között a második húzás a királyt fogok kapni. Ez nem lesz akkor más, tehát a kedvező per összes, Azaz mi a kedvező? 32 x 4 x 30 x 29 per az összes eset, 32 x 31 x 30 x 29, az eredmény nem lesz más, így gyorsan leegyszerűsítünk, 4 x 31 31 az esélye annak hogy második húzásra királyt húzunk. Nézzük a következő kérdést. Mennyi a valószínűsége, hogy az első és az utolsó király lesz? Újból felírjuk az összes esetet, itt sem változott, de azért még egyszer én leírom. Négy kártyapaklink van, teljesen mindegy az összes eset az, hogy a 32-ből még az első 32 fajta kártyából választok. Ide már csak 31, 30 és 29. Ez ugyanúgy megmarad. Mi lesz számunkra a kedvező? Ha még mindig maradunk ennél a kosaraknál. Négy kártyalapom van, és azt mondja, hogy az első és az utolsó király legyen. Hát akkor ide beleteszünk egy királyt, és az utolsó helyre is rakunk egy királyt. Hány király van a magyar kártyában? Négy. tehát itt négy fajta királyból fogok tudni választani. Az utolsó helyre már csak háromból, hiszen az első helyre ment az egyik király. Szóval itt már csak három. Akkor a 32 lapos magyar kártyából már kiment két király, maradt nekünk 30 kártyánk, szóval innen már csak 30 féle kártyából a második helyre, a harmadik helyre már csak 29 kártyából fogok tudni választani. Ezt a képletbe beírjuk, kedvező per összes, tehát mi az esélye annak, hogy első és az utolsó király lesz, a, ha négy lapot húzunk, az nem lesz más, mint 4 30 x 29 x 3 per az összes eset 32x29. Ezt gyorsan számolni, ha akarjuk. Ez 4992 ed az esélye. Annak, hogy első és az utolsó király lesz, ha négy lapot húzunk. Így szól a következő feladat. Ez egy kicsit bonyolultabb már. 32 lapos magyar kártyából ugyanúgy négy lapot fogunk húzni. Mennyi annak a valószínűsége, hogy a kihúzott lapok között pontosan egy piros és egy ász lesz? Szóval az a kérdés, hogy mennyi a valószínűsége, hogy a lapok között pontosan lesz egy piros és egy ász. Nézzük az összes esetet, hiszen mindig az a legkönnyebb. Ide felírom, hogy el ne felejtsük, kedvező per összes. Az összes eset, micsoda, hogy a 32 lapból kihúzok 4 lapot, teljesen mindegy, hogy mi. Az összes eset az, hogy 32 lapból kihúzok négyet ez a 32 alatt a 4, ez egy egyszerű kombináció. 32 alatt a 4. Nézzük meg a kedvező esetet. Ez egy kicsit bonyolultabb lesz, de remélem, hogy érthető. Az ilyen feladatoknál mindig fordítva kell egy kicsit gondolkodni. Jelen esetben két esetünk van. Vizsgáljuk először azt meg, hogy a kihúzott négy lap között van piros ász, és azt, hogy nincs közöttük ász. Ne feledjük el azt, hogy a magyar kártyában van 8 piros és 4 ász, ugye? De ebben a négy ászban, vagyis ebben a 8 pirosban már benne van a piros ász is, ugye ezt, ha összeadjuk, az 12. De a piros ász ott van a, pi a 8 piros között is, ezért a 32 kártyából én, nem 12-t fogok levonni, hanem 11-et, mivel a 8 piros között ott van a, a piros ász is, tehát így duplán, vonnám, duplán vinném bele az egészet, ezért egyet le kell vonni, hiszen már itt van benne a piros ász, nem győzöm hangsúlyozni. Tehát maradt így 21 lapunk. Azt mondja, hogy vizsgáljuk meg a két esetet, hogy van piros ászunk. Ami azt jelenti, hogy számomra az a kedvező, ha a piros ászom az kikerül hozzám. Tehát itt van nálam, letettem magam mellé. Akkor marad nekem még, ugye, 21 lapom, mivel én már kitettem ott a piros ászt, és ugye maradt 3, mivel 4 lapot kell húznom. Ha itt megnézitek, a lényege ennek mindig az, hogy itt az alsó, a kombinációs, fel, a valószínűség számításos feladatoknál, ha ilyen bonyolultabb típusú példák vannak, mindig egy kicsit fordítva kell gondolkodni. A lényegében az, hogy kettő lehetőség van, vagy van, meg kell vizsgálni az, hogy ott van, vagy kivettem közülük. Ugye most én kivettem a pirosást, itt van előttem, letettem, egyből egy, itt van nálam, maradt 21, és ugye négy lapot kellett húzni, ezért itt maradék a három. Mi van akkor, ha nincs közöttük a piros ász? Ha én kivettem már a piros ászt, mivel ide letettem, akkor maradt nekem három ászom, ugye? És a három ászból én leteszek egyet magamnak, hiszen az volt a kérdés, hogy legyen egy áz benne. De én a piros ászt már ide kitettem akkor ugye van nekünk 8 piros sorozatunk. A 8 piros sorozatból én már kitettem a piros ázt, szóval már csak 7 ö, pirosunk maradt, és abból is kiteszek ugye egyet, egy pirost, mivel az volt a kérdés, hogy legyen benne egy piros. Még mindig maradt ugye 21 lapunk, és hogy itt már kettőt kiraktam, és négyet kellett húznom, akkor itt már csak kettő, bármilyen másikat fogok húzni. És ha ezt itt fönt megnézzük, ez 28, 29, 30, 31 lap. Itt fönt 31 labból csináltam meg magamnak azt, hogy legyen benne egy ász és egy piros, de a piros ászt már ide kitettem, ez a kedvező eset. És ha én ezt elosztom az összes esettel, tehát a 32 alatt a 4 akkor fogom megkapni azt, hogy mennyi a valószínűsége, hogy a kiúzott lapok között pontosan egy piros és egy ász lesz, ha ezt kiszámoljuk, nem lesz más, mint 0,16 század. Menjünk tovább a golyós feladatokkal. Egy urnában három piros, öt fehér és hat zöld golyó van. Kihúzunk három golyót. Mennyi a valószínűsége, hogy elsőre pirosat, másodikra fehéret, harmadikra zöldet fogunk húzni? A. Ha a kihúzott golyót visszatesszük. Ez egy visszatevéses, és a kérdés úgy hangzik, hogy mennyi a valószínűsége, hogy első húzásra pirosat, másodikra fehéret, harmadikra pedig zöldet fogok húzni. Hát, nézzük meg, ez a pofon egyszerű, hiszen a, azt mondja, hogy elsőre kell nekem pirosat húzni, van három pirosam, kedvezőm az, hogyha három piros ott is van, és az összes eset, hány golyónk van összesen? Három, meg öt, meg hat, az összesen tizennégy. Azt mondja, hogy másodikra pedig fehéret kell, hogy húzzon, hány fehér van? Öt fehér, és... 14 golyó még mindig, hiszen visszatesszük őket. Harmadikra pedig zöldet kell húznia, van 6 zöld golyó, visszateszünk mindig egyet, akkor állandóan 14 golyó lesz az urnában. És ezt ki lehet számolni, ennyi lesz a valószínűsége annak, hogy ha a kihúzott golyót visszatesszük, hogy mennyi a valószínűsége, hogy elsőre a piros, második fehér, harmadik zöldet fogunk húzni. Ugyanakkor mi van, ha nem tesszük vissza? Ha nem tesszük vissza, tehát elsőre kell nekem pirosat húzni, akkor biztos, hogy még ott van a három piros, és ugye teljes mértékben megvan a 14 darab golyó. Másodikra. Fehéret kell húzni, mivel én pirosat húztam, a fehér golyók is megmaradtak, létszámuk változatlan 5, de én már kihúztam egyet és nem tettem vissza, akkor már csak 13 golyó marad az urnában. És akkor a harmadik eset, hogy zöldet húzzak, zöldet nem piszkáltam, hiszen most fogom én kihúzni a zöldet, de már én kihúztam az urnából kettő golyót, ezért itt már csak 12 golyó maradt, és ennyi az egész megoldása ennek a feladat ez nem is volt olyan bonyolult. Menjünk tovább. Egy szabályos pénzérmét háromszor feldobunk. Mekkora az esélye, hogy kétszer írást és egyszer fejet kapunk? Szóval azt kérdezi, hogy mennyi annak a valószínűség, ha feldobjuk a pénzérmét, akkor kétszer írás és egyszer fej legyen benne. Hát akkor nézzük meg, mi van akkor, hogyha a feldobunk egy pénzérmét? Ugye a pénzérme, ha lesik, akkor vagy fejre, vagy írásra fog esni. Tehát 50-50 százalék, -50 hogy vagy fejet, vagy írást fogunk kapni. Mi lesz itt az összes eset? Ugye egy pénzérmevel egy-ketted az esélye, hogy vagy fejet, vagy írást kapunk. Ha három pénzérménk van, akkor. Egy ketted, a második és a harmadik is egy ketted, az összesen egy nyolcat. Tehát nyolc eset van összesen, amikor féle variációba fog leesni a pénzérménk. Ez az összes eset, de ezt le is tudjuk ellenőrizni, hogyha még most feldobáljuk a három darab pénzérménket, akkor kapunk olyat, hogy fej-fej, fej-fej-írás, -fej Fej, írás, fej, aztán fej, írás, 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 fej, fej, írás, fej, írás, fej, írás aztán írás, 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 fej, és írás, írás, írás. Ha ezt megszámoljuk, 3, 6, ez 8 eset. Ez az összes. Nézzük meg a kedvezőt. Mi számunkra a kedvező? Az, hogyha feldobtam ezt a három pénzérmét, akkor legyen benne kétszer írás és egyszer fej. akkor nézzük meg, hogy mikor van benne kétszer írás. Azt mondja, hogy két írás, egy fej, megvan az egyik, két írás, egy fej, megvan a második, két írás, egy fej, megvan a harmadik, szóval ez összesen három eset. Szóval a feladat megoldása nem lesz már kedvező per összes, 3 per 8, 3 nyolcad annak a valószínűsége, hogyha feldobom a pénzérmét, három darab pénzérmét, akkor kétszer írást és egyszer fejet fogunk kapni.